Megérkezett a Yellow Bank számla Raiffeisentől. Yellow, a neked való bankszámla. Sziasztok, eljött a nagy pillanat, itt állunk a Mi a TikTokot döntőjének kapujában. Ma végre fellebben a fátyol a legnagyobb TikTok titokról, és kiderül, hogy ki lesz a nyertes, ki Magyarország TikTokere, és kik a külön díjasok. A 6 hete zajló tehetségkutatóra több százan jelentkeztek, közülük választotta ki a zsűri azt a 12-t, akik tovább mentek az elődöntőbe, és végül onnan 4-en jutottak be a döntőbe. Arról, hogy kikapja a fődíjat, a 4-tagú, sokat látott zsűri dönt. Aki mindig a TikTok napos oldalát látja, Csabi 1. Akinek egy jó videó könnyeket csal a szemébe, Molnár Nini. Aki még nem tikkel a sok TikTok videótól, Turai Barna. És akinek már nem áll égnek a haja a TikToktól, Hajós András. Na hát Csabi, itt vagyunk a döntőben. Hogy érzed, megtaláltad végre az igazit? Lehetsz te a Göndörlobbi szakállamtitkára? Vannak kedvenceim, de szerintem ez egy nagyon, nagyon nehéz döntés lesz, hogy ki az. Én éjszaka nem tudtam már aludni, hogy kit válasszak. Mindegyiket nagyon szeretem, de még most is teljes pánikba vagyok, hogy ki az, akit. Jó, de hát még hátra vannak a döntős produkciók, úgyhogy majd utána dönts csak el, hogy ki lesz a legjobb. András, belőled az elődöntőn kibukott, hogy régen minden jobb volt. Végre kimondtad, hogy régen minden jobb volt. Ezt most is így gondolod? Most is így gondolom, de neked külön köszönöm ezt a ruhát, ez reményt ad, és nekem feladatot. Én úgy érzem, hogy most meg kell érnem azt az életkort, hogy majd a gyerekednek ezt megmagyarázhassam. Az vesse rám az első követ, aki még soha nem jódlizott. Hát sok kő fog repülni. Mit gondolsz, fel fog költözni a dalfutár a TikTokra? Igen, ezen nagyon sokat gondolkozunk. Sokat segítene, ha én két adás között bármennyit foglalkoznék a TikTokkal, de egyáltalán nem érdekel. De azt várom, hogy majd mára látva egy győztes örömét, és az ő életútján keresztül majd közel kerülök ehhez. Nini, te egészen pontosan megjósoltad, hogy ki az a 4 TikToker, aki tovább fog menni a döntőbe. Nem akarsz egy ilyen TikTok jósdát alapítani? Elég jól menne neked. Ez fantasztikus új biznisz ötlet, de lehet, hogy megmaradok inkább még a táskatervezésnél. Barna, te nagyon pontosan tudtad, hogy mi való a TikTokra, meg mi nem való a TikTokra. Te, mint influencer, fogod ezt az új tudást hasznosítani, amit itt szedtél fel magadra? Tanultál valami újat? Fogom, és az az első üzenetem, hogy ez az outfit, ez nem való se a TikTokra, de az utcára se. Hát én ebben reménykedtem. És ezt el is mondtuk, ugye, hogy alapvetően nem a követő szám garantálja a minőséget. És sokan számon kérik a nézők közül, hogy ugye, akit sokan követnek, az miért nem jut tovább. És azt is sokan számon kérik, hogy hol van az igazán jó tartalom a TikTokon. Szerintem mi elhoztuk a döntőbe azt a négyet, aki valóban minőségi. A 4 döntősnek az volt a feladata, hogy duetteket készítsenek és reagáljanak egymás videóira. Ez a fajta kollaboráció nagyon gyakori a TikTokon. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy ez a 4 TikToker hogyan tud reagálni a másikra úgy, hogy közben a saját karakterüket is megtartják. Elsőként egy olyan páros következik, akik stílusukkal, dumájukkal vagy esetleg hangerejükkel hengerelték le a zsűrit. A travel influencerek életéből viccet csináló Jónás Dalmát a TikTok leghangosabb szakácsával, Bürgés Tamással állította párba a zsűri. Nézzük meg Tamás bemutatkozó videóját. Anno a színész iskolában egy dolgot tanultam meg, de azt nagyon. Sose legyél középszerű. Vagy legyél szar, vagy legyél nagyon jó, mert ha középszerű vagy, sehova nem viszed. Amit én csinálok, az nem akar több lenni a trash-től. Én élvezem azt, amit csinálok, szeretek tanácsot adni, nem vagyok profi, de még lehetek. Én egy cégnél dolgozom, Vecsésen, a feleségemmel együtt, mi ott ismerkedtünk meg. Ez a cég foglalkozik fuvarszervezéssel. Tökre spontán és természetesen kommunikálok az ügyfeleink. Spontán kommunikálok az ügyfeleinkkel. Én nem tudnám azt csinálni, hogy robot módjára telefonálgatok, igen, csináljuk, és akkor izéhozé. Én mindenféleképpen önmagamat adom ebbe a szakmába is. Én lokálpatrióta vagyok. Monoron töltöttem az általános iskolás éveimet. Gimnáziumba ugyanígy Monorra jártam, ami 300 méterre van. Én tényleg Monor vagyok. Egész kisgyerekkorunk óta az életünk része a pecázás, a horgászat. Már ugye a catch and release szemléletben pecázunk, tehát hogy nem hozzuk haza a halat. Ezek a több 10 kilós halak tényleg tiszteletet érdemelnek. De a legnagyobb, amit én eddig fogtam, az egy 26 kilós tokhal,
az brutális. Konkrétan egy akkora élőlénnyel van dolgom, hogy nem fér bele a kezembe. Tényleg egy olyan élményt ad, amit semmi más nem tud pótolni. A pandémia alatt teljes mértékben itthonról dolgoztunk. Egyszer csak följött Kavics, aki alattam rakik, és mellesleg az egyik legjobb barátom, és azt mondja, hogy ő látott egy tök vicces videót ezen a platformon. Látom, TikTok, mi ez? És akkor láttam a csajokat, először csak a csajok miatt töltöttem le. Pörgettem ugyanúgy a platformot, és láttam, hogy egy srác főz. Öcsém, mondom, ezt lehetne úgy is csinálni, hogy kitalálsz magadnak egy stílust, egy szlogent, ami a magyar embereknek esetleg bejön, ami esetleg jó. És akkor született meg ez az egész stílus, amit én most képviselek. Ez a kicsit hangosabb hangvétel, ez egy geg, ez egy termék, amit vagy fogyasztasz, vagy nem. Mi lenne az, ami felhívja az embereknek a figyelmét? Ha valaki hangos, arra felfigyelsz. Szevasztok! És így született meg. A karakterábrázolás az pedig, most hülyén fog hangzani, de édesanyámról mintáztam, mert hogy ő nagyon-nagyon hangos. Egyszer, amikor édesanyámnak megmutattam az elsők között lévő videómat, akkor azt mondja, te ez tök jó hangerőben van, tök jó az energiája, és akkor mondom neki, hogy hát anya, igazából ez olyan, mint te vagy, nem? De nagyon sok embert irritál, de ez engem nem érdekel. Amíg én jól érzem magam, addig tök király az egész. Ha ezt bevágjátok, gatyára vertek. Most itt vagyunk Monor legfenszibb helyén, a Fürge Pávába. Ez az új bázis, itt szoktunk forrócsokizni, fröcsikézni, ahogy látjátok, itt vannak a frecsákok, és hát itt szoktuk megbeszélni az élet nagy dolgait. Hát mi nem együtt nőttünk fel, de együtt nőttünk meg. A kosárlabda pályán ismerkedtünk meg. A Tomi odajött hozzám egy ilyen mondattal, hogy látom dagadt, vagy mi a kedvenc kajád. És hát nem tudtam rá válaszolni. A Tomi mondta, hogy nekem a milánói, és elment onnan. Vannak emlékeink, szép emlékeink vannak, csak nehéz őket felidézni. Milyen gyerek volt? Hát dagadt. Az biztos, hogy kisebb nem volt. Mindig egy kicsit nagyobb volt, mint a társai. Mindig nagy dumás volt, mindig csípett a középpontba lenni. Ezt nagyon-nagyon szerette mindig. Nekem sohasem volt az, hogy nekem egy szakállas, nagy darab, hangos, rohadt hangos férjem lesz. Nem lesz? Nem. Nem. És de, egy olyan társ az életben, aki mindent megtestesít. Tehát, hogy tényleg családapa, ő a férfi az életben, és a nagybetű szerelem. Mindig panaszkodott anna, amikor még nem volt a feleségem, hogy hát milyen szar napja van, stb. És én mondtam neki, hogy figyelj, mellettem nem fogsz unatkozni, nem lesz egy unalmas napot se. Hát ezt én teljesítettem bőséggel szerintem. Szerintem nagyon jól döntöttünk. Szerintem is. Jó döntés volt, abszolút. Egy ilyen amerikai jó söntés. Nekem egy ilyen amerikai életstílust közvetít amúgy, tehát hogy ez a jó kedv, hangos. Ez nagyon édes ember. Nagyon cuki. Szerintem mindenki akarná, hogy ilyen legyen az apukája. Tehát menjünk is tovább, és nézzük meg a nagyhangú Bürgés Tamás bemutatkozó videója után a nagyszájú Jónás Dalma bemutatkozóját. Jónás Dalma vagyok, 25 éves, és social media menedzserként dolgozom. Ez az egész TikTokos tartalomgyártás ez onnan ered, hogy a munkám során nagyon sok influencerrel volt szerencsém, és nem feltétlenül szerencsém együtt dolgozni. Voltak nagyon jó élményeim, akikkel tök gördülékenyen ment a közös munka, de voltak sajnos olyan példák, amikor csak fogtam a fejem, és azt mondtam, hogy én ezt nem hiszem el, hogy megtörténik. Egy nyaraláson az egyik hölgy kiposztolta, hogy éppen mit fogyaszt vacsorára egy egyébként nagyon fancy étterembe. Nem volt benne biztos, hogy angolul hogy hívják a tengergyümölcsei spagettit, ezért ő kiírta, hogy cancer and calamari spagetti. Fiústok! Itt vagyunk a Champs-Élysées-n, itt vagyok a kedvenc boltom előtt. Most épp bezárták, mert én annyira előkelő vendég vagyok, hogy csak egyedül szeretek a boltban lenni. Úgyhogy most fogok bemenni, és ezt a gumicsizmát fogom megvenni, itt láthatjátok mögöttem. Ebbe fogok menni lovagolni a hétvégén. Puszus!
Engem is meglepett, hogy eleinte mennyien követtek be, mennyien lájkoltak, hányan nézték meg egy-egy videómat. Ha nekem eltelik úgy egy hét, hogy éppen vagy nincs rá időm, vagy nem jön olyan ötlet, ami szerintem igazán ütős lenne, akkor én nem görcsölök rá arra, hogy most muszáj valamit kiposztolnom. Nekem ez igazából csak a saját szórakoztatásomra készül, rajtam egyáltalán nincs nyomás, hogy valamit muszáj közzétennem. Én tényleg csak akkor posztolok, amikor valami igazán vicces és olyan tartalmat tudok feltölteni, amire én is büszke vagyok. Egyébként én siófoki vagyok, és egészen 14-5 éves koromig ott is éltem, aztán egy szuper lehetőség adódott, amit a szüleim szupernek gondoltam, én már kevésbé. Ők úgy gondolták, hogy nekem jót fog tenni, hogyha egy bentlakásos lánygimnáziumba küldenek Budapestre. Azon kívül, hogy iskolaköpenybe kellett járni, heti rendszerességgel, lelki gyakorlatokra, misékre, tehát minden, amit el lehet képzelni, mint egy kis Abigail, olyan volt az egész. A mobiltelefont nem lehetett használni este 10 után, ezt nyilván a második héten mi úgy játszottuk ki, hogy akkor lementünk a Corvinnál a GSM-be, vettünk 3000 forintért egy nyomógombos telefont, és akkor azt mondtuk, ez egyébként idős és nem túl tájékozott prefektának, hogy hát nekünk ez a telefonunk, úgyhogy akkor ezt nagyon szívesen oda is adjuk, már akár lámpaoltás előtt is, hogy lássa, hogy mennyire jó gyerekek vagyunk. Imádok utazni. Ez szorosan összefügg egyébként azzal a karakterrel, amit TikTokon is képviselek, vagy aki ott én vagyok. Szeretem előtte megismerni azt, hogy hova megyek, mit szeretnék megnézni, hol szeretnék enni, mi az, ami érdekel, olyan kis rejtett helyek, amit mondjuk egy turista nem feltétlenül ismer, vagy nem feltétlenül talál meg a TripAdvisoron. Például Olaszországban voltunk nyáron, ott kifejezetten egy olyan étterembe mentünk, amit egy szicíliai ismerősünk ajánlott, aki ott élt, ott nőtt fel, és mondta, hogy ide kell elmenni, és itt alakult meg egyébként az első TikTok videóm is, úgyhogy ez egy nagyon fontos pillanat volt a nyaraláson. Van egy kicsi mini brand, amit csinálok, főleg nyakláncokat és testláncokat gyártok, de egyébként csináltam már táskát, maszkot, ami éppen jön, vagy amihez éppen kedvem van. Kreatív dolgokkal szeretem tölteni az időmet, engem ez kapcsol ki, úgyhogy van, hogy festegetek, van, hogy epoxiból készítek hamutálakat, van, hogy cserepeket, nagyon sok mindent, amihez éppen kedvem van, és amit éppen jónak látok a hobbiboltba, és utána így saját felhasználásra leginkább. Teljesen random. Igazából megáll, és kipattan a fejébe, és van meg is csinál, és mehetünk tovább. Két másodperc. Igen, sétál, és igazából ő észrevesz olyan dolgokat, és egyből asszociál olyan dolgokra, amiket mi még csak meg se látunk. És akkor egyszer csak így, jaj, egy pár pillanat, és már tényleg veszi is utána a kamerába, 3 másodperc alatt kiimprovizálja magából, amit lehet, és kész is. Lehet rá számítani egyébként abszolút. Soha nem unalmas fel az élet. Nagyon-nagyon természetes, tehát talán ez így az, hogy ez annyira árad belőle az, ami maga, és nagyon vidám. Igen. Hú, hát engem nagyon meglepett, hogy a Dalma siófoki. Mert én is siófoki vagyok. És ilyenkor így elgondolkozok, hogy ez a város így micsoda embereket nevelt ki, tehát hogy mennyi értéket teremtett te az országnak. Te másik katolikus lányiskolába jártál az alatt, azért nem találkozhattatok. Eltöltétek egymást. Na, nagyon szimpatikus ember. Annyit értettem belőle, hogy akit katolikus lányiskolába adnak, az filteres influencer lesz. Ugye ti állítottátok párba a TikTokereket, és nekik az volt a feladatuk, hogy duett videókat készítsenek. Először az egyikük csinálta meg az egyik videót, és arra készített duettet a másik, majd fordítva a másik csinálta az első videót, és arra készített duett videót az egyikük. Sziustok! Ma itt vagyunk a Palotánba, és egy újabb gasztrokalandozásra hívlak benneteket. Ahogy láthatjátok, a privát séfem már készül elő a vacsorámhoz. Egy pohár pezsgővel indítjuk az estét, ebből egy kortyot neki is adunk. A fő hozzávalója néhány falusi tojás lesz. Mondjuk én csak a Fáberzsét szeretem. Na mindegy, lássuk, mi lesz belőle. A Fáberzsénél már csak a majonézt szeretem jobban, úgyhogy tegyél már bele egy kis majonézt, köszi szépen. Ezt követően egy szemöldök csipes segítségével felvágja a hagymát. Én ezt szigorúan napszemüvegbe szoktam, hogy nehogy csípje a szememet.
Mivel ahogy látom, a tempója nem olyan gyors, mint ahogy beszél, ezért besegítek neki, adok egy kis vajat, szigorúan kesztyűbe, majd ismét segítséget kérne, de hát én biztosan nem segítek neki, inkább szólok a privát pincéremnek, hogy hozzon még egy pohárka peskőt. Amíg pedig a szolgálók készítik a vacsorámat, én addig csak pihenek, és szemmel tartok mindenkit. Ez jó volt. Ez jó. Ezt nagyon jól megoldotta. Nekem nagyon tetszett, ahogy átnyúl. Igen, és azzal kötötte össze a két videót, mintha ő dobná a tojást. Jó volt. Sziustoknak pedig bepillanthattunk a csodálatos kastély életébe. És akkor két, a monori és a kastély élet. És akkor az egész szép paletta ott van. Sziustok! Majd szuper fancy, szuper egészséges smoothies fogunk elkészíteni Tomi segítségével. Ha először nap gatyára vertétek magatokat, akkor sose ígyatok ilyen is tejet, mert tudja, hogy jobban átpucol. Egy fiú és egy lány gyümölcsöt mindenképp tegyetek bele. Jó. Fancy koktélos pohár nem érdekel. Mindenkit érdekelne. Rengetegszer azt érzem, mikor a főztőmre beszól a barátom, hogy ezt kell vele tennem. Viszúj! Másnaposságotok előzése véget, mindig dobjatok bele egy kis zöld levelet. Testvérem, passzod be ide azokat a levélkéket! Add be ide, te dino! Oh, ugye lőttél egy pikcsit? Hey, ez olyan, mint a kéthetes pilinszar. Tomi, nem vagy benne egy vizes póló versenyben? Olyan, mint a sár. Na megiszod, hogy a fejedre húzom? Az nem semmi. Kicsit ez halványabb volt. Igen. Nem tudom, hogy azért-e, mert hogy ki kezdte, és akkor a másik, hogy ebben le lehet-e mérni, hogy ki a jobb igazán, de nekem így ennek alapján az az érzésem, hogy az ő duettjük igazából akkor jó, amikor Sziustok formában van, vagy ő irányít. Tehát egy kicsit őt érzem humor szempontból, vagy kreativitás szempontból erősebbnek. Igen, mert itt most szerintem bürgés reagált, tehát hogy ő duettezett rá dalmára, ő szerintem lehet, hogy még nem annyira érzi ezt a műfajt, úgyhogy... De azt tegyük hozzá persze, hogy ennek semmi köze ahhoz, hogy egyedül attól ő még lehet jó. Persze, tehát hogy ez egy külön, ezek szerint ez egy külön tehetség kell, vagy kell egy duett tehetsége? Igen, szerintem a duettezés az nehezebb, mint a videó készítése. Tehát erre rá kell érezni, és szerintem a Tamás még nem csinált ilyen videókat. Csabi, neked volt már valamilyen félre sikerült duetted? Nekem csak olyan volt, tehát én általában állatokkal szoktam duettezni, tehát én még emberrel nem is duetteztem, úgyhogy... De mi az, hogy kell a TikTokon állatokkal duettezni? Hát kis aranyos kis mókus majmokkal. De mit csinálsz aranyos kis mókus majommal? Hát közvetítem az életüket, hogy mi történt. És az egy duett? Hát hogy milyen aranyosak, hát megmutatom az embereknek. Aha. Nem tudom, úgyhogy biztos, hogy nagyon nehéz emberekkel duettezni, még én sem próbáltam. Nekem evett már a fülemből mazsolát gyűrűs ujjú Maki is. Gyűrűs farkú, András. Gyűrűs ujjú. Ja, gyűrűs ujjú. Gyűrűs ujjú Maki is, és sok évvel később ember is. De még ezt én nem gondoltam végig, hogy igazából melyik duett volt jobb, de most látom, hogy milyennek a tétje. Kettőt egyszerre tetszene a legjobban. Nem, az undorító. Én nem most nem azt fogom nézni itt a döntőbe, hogy ez az utolsó duett produkció most hogy működött, hanem overall az egészet, hogy az elejétől, hogy szerepeltek. Jöjjön most az a páros, akiknek Cukiság bombája felrobbantotta a TikTokot, Feri és Tepi, akiket a géppuska lábú kongói tánctanárral, Divin Avin Engambával állított párba a zsűri. Lássuk először Divin bemutatkozását. Tíz év múlva szerintem egy üzletember leszek, meg tánctanár leszek is. Szerintem lesz egy magyar feleségem, de úgyis meglátjuk, mert az nem könnyű, amikor van kettő kulturális különbség, mindig kell tanulni egymást mellett. Hogy mutatnám Kongot egy mondatban? Ilyen nagy ország, így, tényleg, ilyen nagy ország, és Közép-Afrikában van. És ott franciául beszélünk, az az első nyelvünk, én pedig négy nyelvet beszélek. Igazából nem voltam túl jó gyerek, mert mindig loptam a labosból a csirket, és mindig volt probléma, makacs voltam, most is makacs vagyok amúgy.
és nagyon okos voltam, nagyon okos voltam. Anyukám az UNICEF-nél dolgozik, 5 testvérem van, amúgy én diák vagyok, már lediplomáztam, üzletadminisztrációt tanultam, de most master képzést, business development. Itt Magyarországon kezdtem táncolni, nem Afrikában. Ez amit kicsit furcsa. A legjobban azt szerettem Magyarországon, azt bulit, bulizni. A bulizással kezdődött a tánc. Pálinka. Egy vagy kettő shot. Igen, nem bánt senkit. Szeretem. Ha jól emlékszem, ilyen egy év az előtt kezdtem TikTok. És van egy videó most, amit 1 millió nézőséges. Most is nem hiszem el, hogy ilyen sok ember szeret engem. Itt van Ági, de úgy hívjunk őt, hogy Mama Afrika. Igen. És itt van Csicsi. Csicsi Mpama. Úgy hívjuk őt, hogy Mpama. Tavaly márciusban, mikor bejött ez a koronavírus járvány, akkor kerestem a lányomnak egy olyan helyet, ahol tud táncolni, és akkor rátaláltam a Divin Ngambára. Egyre közelebb kerültünk így egymáshoz, megszerette a gyerekeket, és így. Ő egy nagyon cukimoki gyerek, viszont nagyon makacs. Nagyon önfejű, de nagyon-nagyon büszke vagyok rá, hogy 25 évesen ennyi dolgot elért az életben, és mindenkinek ajánlom őt, mint táncra, mint lelkitársa, barátnak, úgyhogy tényleg egy nagyon jó ember. Tanít minket táncolni, és... Mi tanítjuk őt főzni. Őt palacsintát csinálni. Gulyás leves. Az a kedvence, igen. Miután megismertük, 20 kiló az feljött. Igazából engem mindig is érdekelt, így az R&B vonal. Nagyon szeretem az afrikai zenéket is, meg az egész kultúrájukat is, az ételüket is. Olyan, mintha hazai dolog lenne igazából. Ez a humoros feelingje, eszméletlen, ilyen nagyon kisugárzó, öröm sugároz belőle, szó szerint. Ez a... Igen, ezt nagyon szereti táncóra közben is elsütni. Motivation, love and feeling! Feeling, okay? Nagyon fantasztikus ez a tánc, nekem tetszett. Nagyon furcsa, hogy azt mondja, hogy Magyarországon kezdett el táncolni, de közben ez megnyugtató, mert ez azt jelenti, hogy ha ott kezdett volna el Kongóban, és akkor mondhatnánk, hogy ja, persze úgy könnyű, hogy megtanulta, vagy abban nőtt föl. Nem, ő tehetséges. Egyszerűen ő jól táncol. Azt hiszem, hogy azt fogod mondani, hogy ez megnyugtat, hogy akkor még belőled is lehet ilyen táncos, nem kell kimenned Kongóban. Belőlem van. Én nagyon jól táncolok, hogyha csak ezt én nézem. Szerintem fontos, hogy egy olyan embert válasszunk most nyertesnek majd, aki tényleg ezeket az energiákat tudja áramoltatni, és még több emberhez elviszi ezt a pozitívumot. Fontos, hogy nem mond meg nekünk, hogy mit csináljunk, de majd... Eddig is megmondtam, azon így van itt, akit én akartam. Nini áll az egész műsor mögött. Ő osztja alapokat. De látom, hogy a love, motivation és feeling nagyon átjött nektek, meg ez az energia. Nézzük meg, hogy Feri és Tepi bemutatkozó filmjéből mi jön át nektek. Akkor hogy is kitűzik? Tudom. A mamma is valam, begink az van to lose you. Yeah, yeah. Ratatata, I'm begging you. Put your love in and die, baby. I'm begging you.
Ratatata. Pilinyben lakunk, ami Nógrád megyében található. Nógrád megye egyik legkisebb faluja. Mindenki ismer mindenkit, mindenki tud mindenkiről mindent. Nem is szoktak itt ilyesmik történni, hogy valaki kicsit ismertebb lesz, vagy valami. Ő itt az öcsénk, Alex, ő az apukánk. Minden kommentet, minden hozzászólást fejből tud. Még amint több ezer hozzászólás is van. Zenész családból származunk, szóval a hangszerek azok mindig meg kell legyenek. Nem mindig a legjobb állapotban, általában a gitárokon nincs húr, de legalább egy mindig van, amin lehet játszani. Egy videót összerakni nekem több idő fejben. Ugye éjszakás vagyok. Nagyon sok időm van gondolkodni, mivel jobban a kamerákat kell figyelnem. Összerakom a fejemben minél jobban, mi, hogy legyen, stb. A hangot és a képet is, és amikor már minden megvan, szólok Tepinek, velem már igazából gyorsan megcsináljuk. Felveszük gyorsan a videót, felveszük gyorsan a hangot, aztán mondom, hogy jó, kész vagyunk, a többit megint intézem. Feliz Navidad! Feliz Navidad! Feliz Navidad! Prospero anno e felicidad! Van egy könyv, és azon néztem, hogy milyen hangok vannak itt ezen. Megpróbáltam valamilyen hangokat megcsinálni, hogy egyben jó legyen. És úgy rájöttem, de úgy, hogy Ferko is segített, mert mondta, hogy, hogy hova rakjam az ujjaimat. Gyakorolgattam, és sikerült megcsinálni. Az ők nagyapámtól kezdve mindenki játszott valamilyen hangszeren, vagy esetleg énekelt. Én csak annyit mondtam, hogy amikor jön a ratatata, akkor hülye fejet kell vágnod. Ennyit. Amúgy, amikor kiraktuk a begint, akkor majdnem leszettük. Az első hozzászólás, ez nagyon rossz. És akkor mondtam Tepinek, hát Tepi, ezt le kell szednünk, én nem azt lesz mondtam, jó. Én azt mondtam, hogy várjunk egy kicsit, lehet, hogy sokabb lesz. Mondtad, hogy várjunk holnapig, meg ilyesmi. Ja, ja. Várjunk egy napot, de először két órát, aztán hirtelen, bam. Én megnéztem a kommenteket minden, de máig. Hát én nekem hát 10 000 komment lenne, azt is végignézni. Na, olyan TikTokos lett felé. Én nem nézsz rá már semmire, csak TikTokozni. De a gyerekeket, de csak a gyerekeket nézsz, egyszerűen nem tudtad betelni. Nem tudok betelni, mert nekem szól minden szépen sorba. Egy zenét, nem tudom, Hans-tól, hagyj menjen, hagyj szóljon. Én szeretem nagyon őket hallgatni. De a kislány teljesen meglepett minket, hogy egyszer csak elkezdének. Igen, mivel mi olyan elfoglalt szülők vagyunk a munkavilágában. Hát nem sűrűn akartunk mink ebben részt venni, ma úgy értve mondták ők, hogy mégis, hogy mi van meg, hogy. Nem hagyjatok majd olyan fáradva ki, és mire csináltak, amit akartak. Hogy ment az idő, ugyebár megyünk a bevásárlóközpontba, Steffit megállítsák. Csinálhatunk képet? Úristen, mondom, most tényleg mondom, kezd már, mondd már ebből valami lenni. Szeretik egymást, ez látszik is a videókon is. Hát ez a név úgy jött, hogy... Én, amikor kicsi voltam, nem tudtam kimondani, hogy Steffi. Azt én az helyett azt mondtam, hogy Tepi. Az Ferkónak megtetszett, hogy Tepi, és Ferkó nevez, hogy Tepi. Igazából nem az a célunk, hogy szerepeljünk. Nem az a célunk, hogy mindenhol ott legyünk, és hogy mindenki szeressen. Mi igazából a dalokat fejlesztjük, a hangunkat, a tudásunkat fejlesztjük. És nem, tényleg nem az, hogy szerepeljünk. Nekünk az nem érdekünk, és hát ezt nem akarjuk. Jó, csinálgatjuk a kis videókat, mert azok kellenek, szeretik az emberek, a kislány aranyos. De nem mindig lesz így, hogy ő majd egy aranyos kislány lesz. Ez el fog múlni, már akár nem soká. Igaz, Töpi? De akkor majd jön az, hogy utána majd tudni is kell. Mert mi tisztában vagyunk a képességeinkkel, mi tisztában vagyunk azzal, hogy mi a jó és mi a rossz.
tudjuk, hogy tényleg tudjuk, hogy nem jó az angol, a hangok nincsenek a helyén. A begin videó, amivel indultunk, az nagyon hamis. Amikor megtudtam, hogy Hajós András ott lesz, hát a fejemhez kaptam, hogy hát ennyi, vége. Itt nem fogunk tovább jutni, ő ki fog offolni minket. A célunk az saját dalokat kiadni, és az, hogy minket hallgassanak az emberek. Hát egyrészt nem csak én hallom, ha hamis valami, ugye az a szomorú. Ha ilyen egyszerű lenne, akkor egész más lenne a magyar popzene, ha én kioffolhatnék bárkit is. Másrészt eszem ágában is kioffolni, hát megőrülök olyan cuki. Hát arra gondolok, hogy bárcsak nekem egy ilyen bátyám lett volna, akivel így lehet játszani, és az mekkora dolog, hogy egy ennyi idős fiú, az tulajdonképpen a kis hugával, akit a fiúk általában úgy szoktak, hogy jó van, hagyjál már, kopjál le, iszonyatosan cukik, és ez, hogy így képbe vannak magukról, hogy hol tartanak és hova akarnak eljutni, ez elképesztő. Ez nagyon ritka, és nagyon szimpatikus egyébként, hogy ők ezt nem akarják, nem? Vagy hogy nekik nem az a céljuk, hogy ők híresek legyenek, nagyok legyenek, szerepeljenek, fotózkodjanak velük, hanem ők a zenéjüket szeretnék átadni, és azt szeretnék, hogy ezt hallgatnak. Igen, meg hogy ilyen kis faluból is lehet valaki úgymond komoly TikToker, tehát hogy a videók nem számít, hogy honnan jönnek, tehát a legtöbb TikToker budapesti, de most láthatjuk, hogy kis faluból is akár komoly technika nélkül is el lehet juttatni a videókat az emberekhez. Igen, és Divinbe, meg Feribe és Tepibe is az a közös, hogy mindegyiknek egy csillog a szeme, és imádja azt, amit csinál. És ezt tényleg jó nézni. Nézzük meg akkor a verseny videóikat. Ez is egy létező műfaj egyébként, hogy valaki csinál meg egy zenei alapot, és akkor valaki más ráénekel, vagy hozzázenélnek. Úgyhogy ez egy létező, és szerintem jól csinálták. Nem tudom, tényleg szeretettel mondom, de hát szóval, hogy szilveszteri buliba benyitsz egy szobába, és ez van, akkor azt mondod, hogy ja bocs, és kimész. Meg amikor én ezt csináltam a gyerekkori barátommal, akkor utána arra mentem ki, hogy apám az anyukájával beszélt telefonon, hogy igen, nem kéne találkozniuk. Anika, én is tudom, de annyira szeretik egymást. Pár hetet hagyunk még ennek. Nekem meg a Tepinek a pólói tetszenek. Láttam, hogy először volt neki TikTokos pólója, most egy Star Wars-os, láttam, hogy van Batman-es is, tehát hogy teljesen képben van a filmekkel. Nekem ez tetszett ezt benne. Ezt tudtad elmondani egy éneklő kislányról? Próbáld meg elképzelni, hogy éneklő kislány vagy, és egy ijesztően szakállas, bongyorhajú bácsi azt mondja neked, lehajol hozzád, és azt mondja neked, bácsi, hogy énekeltem? Nagyon jók a pólók. És akkor hazamész. Imádom, hogy Csabi mindig próbálja megkérdezni a pozitívumot mindenbe. Nézzük meg a fordított videót, amit Feri és Tepi csináltak először, és arra készített Divin duettet. Feliz Navidad! Da, 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 da. Feliz Navidad! Da, 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 da. Feliz Navidad! Prospero anno y felicidad! Júj, hát ezt én most megvettem. Igen. Sokféleképpen képzeltem a Mikulást, vagy a télapót, vagy a kis Jézust, így még nem. És tulajdonképpen
Én most hálás vagyok a szüleimnek, hogy viszonylag hamar elmondták, hogy ilyen nincs. Annyira természetesen jön az engembának ez a... Tehát, hogy igazából nem csinált semmit. Csak ő maga volt, és ez pont elég volt. De nem, ez egy sztár. Ilyen egy sztár, egy hollywoodi sztár is csak annyit csinál, hogy van, önmaga bejön, és akkor azt mondod, hogy ó. A Csabi az pont lehetne az, aki a Mikulás volt, mielőtt elcsúszott az élete. Tehát, hogy ő belőlük lehetne egy ilyen, ilyen volt, ilyen lett. Ilyen volt fiatal a Mikulás, amikor még akart valamit. Hát megismerkedtetek az összes versenyzővel, láttátok az összes döntős duett produkciót, nincs más hátra, el kell döntenetek, hogy ki legyen Magyarország TikTokere. Dalma volt az, akinek minden feladat sikerült, és minden videója nagyon vicces volt, az instruált videója is nagyon vicces volt, és a duettje is nagyon vicces volt. Tehát, hogy ő az a szereplő, aki minden feladatot maximálisan tudott teljesíteni. Igen, Dalma nagyon kreatív szerintem, és spontán. Divin azért egy érdekes karakter, mert ő nem csak táncos, ő nem egy tánc TikToker, hanem egy akkora karakter, és érdekes, hogy belőle a legtöbbet táncolni láttunk, mégis látjuk mögötte a humort, látjuk mögötte a karaktert, a tehetséget, és ezt keressük, nem? Amikor valaki több. Ez a sztár, ezt, nem? Hol a határa ennek? Mert például pont a duettek kapcsán tök jó persze, hogy Mikulásként kijön a karácsonyfa mögül, de egy picit ott már azt éreztem, ha most szórakoztató ipari szempontból nézem, hogy akkor ő ezt az egy geget tudja mindig, akkor ő mindenre ezt fogja csinálni. Nem ezt csinálja, hanem magát viszi bele mindenbe, és az minden divin lesz. Tehát nem az nem az, hogy ő most táncol a fenyőfával, hanem ő. Van-e benne több? Jó, csak hogy mondjuk egy embert választasz magad mellé, az is csak ezt fogja csinálni, meg ugyanazt csinálja egész életében. Tehát nem tudunk lecserélni embereket, vagy nem akarjuk, hogy a karaktere megváltozzon. Én azért lehet, hogy beszélnék veled a párválasztásról, de nagyon, nagyon egyetlen egy szűrőn keresztül, és kicsit pessimistán állsz el hozzá. Többre is képes egy ember egy életen át, mint ennyire. Hidd el. De ő képes, és azt látjuk. Hiszen megnéztük a kisfilmjét, és látjuk, hogy ennél többre képes, és ezt a saját közösségében, a saját közegében meg is mutatja. Hát Divi még a Csárdásra is jól nyomta. Ez igaz. Bürges Tamásnál nekem nagyon tetszett az, hogy ő nagyon tudatosan felépített egy karaktert, és ezt el is mondja, hogy ez egy termék, és ez nagyon működik, az a termék. Ugyanakkor egy kicsit meg is ijedtem, amikor ezt mondta, mert arra gondoltam, hogy a TikTok az nem arról szól, hogy terméket adunk el, hanem saját magunkat, nem? Tehát, hogy azt keressük, hogy ki az, aki mögött akkora tartalom van, hogy meghaladja a termékét, a karakterét, és aztán megnéztük ezt a filmet, és ebből az látszik, hogy a csávóban sokkal-sokkal több van. Én őt látom főzőműsorokban, én őt látom tehetségkutatókban, a TikTokon túl, szóval ő szerintem egy ilyen igazi karakter, akit az egész országnak ismernie kell. Én amióta láttam, hogy él, meg hogy apa, meg hogy éli az életét, én bennem egy borzasztó nagy megnyugvás és szimpátia lett, mert én nagyon szeretem, hogyha valakinek nem ez az élete, hogy TikTok, mert nagyon sokan elmondják, hogy én ezt csak úgy, meg nem érdekel, meg csak úgy magamnak csináltam, közben meg vannak veszve, és az élet valódi élet dolgait. Szóval ott azért látszik, hogy ő ilyen, neki van egy ritmusa, ő pecázik, ő a fiával van, gondolom. Volt az a kis gesztus, hogy a gyereke így belemászott a kamerába, és így mondta neki. Szóval biztos vagyok benne, hogy ő amúgy TikTok nélkül is egy ilyen ember lenne, és egészséges, és normális. És szerintem ezt nagyon jó látni. Igen, ez kicsit így nehéz, hogy jobban belelátunk az életükbe. Én megmondom őszintén, hogy most én tényleg így megszerettem mindenkit, úgyhogy nagyon nehéz lesz a döntés. Meg én emlékszek is rá, hogy az elején még le akartam cserélni a Tamást, mert nem tartottam olyan jónak a videóit, és így elkezdett folyamatosan fejlődni, és megmutatni, hogy ő képes arra, hogy fejlődik, jó videókat csinál. Feri és Tepi abszolút imádnivaló, szerintem mindannyiunknak csak cukisághormon tódul az agyába, hogyha rájuk nézünk. Tök aranyosak, hogy rendben vannak magukkal, és képbe vannak, hogy mit tudnak és mit nem tudnak. Itt egy nagy félelmem van, hogy az az út, amit elképzelt Feri és előadott, hogy majd ők fejlődni fognak, hogy az, ha nem sikerül, sikerül, hogy sikerül. Rajtuk keresztül eljutunk egy nógrádi kicsi faluba, és látjuk, hogy ők hogyan élnek,
és egy nagyon jó példát mutatnak, és egy nagyon, nagyon pozitív karakter mind a kettő, és ez túlmutat a zenéjükön. Egyébként azt a nagyon szép dolgot meg tudták csinálni, hogy nem erőszakosan belénk nyomtak valami üzenetet, hogy őket milyennek kell látni, hanem ők csak két cuki testvér, akik szeretnek együtt muzsikálni. Igen, ők csak önmagukat adták, és tényleg így őszintén pozitívan, és ez megtetszett nekünk is. Engem az például nagyon meglepett Feribe és Tepibe, hogy Feri konkrétan ezen sokat gondolkozik, és ő találta ki azt, hogy Tepi ezt a fejet vágja, ami egyébként a második videójukat virálissá tette. Hallottuk a zsűri véleményét az összes versenyzőről, de vajon melyiküket tartják a legjobbnak? Én rá gondoltam. Ő? Aha, ehhez képest. Mi van, ha azt mondom, hogy ő nem? Aha, már be se vagyunk biztosan. Nekem ő kifejezetten tetszik. Jó, akkor szerintem meg vagyunk. Meg. Már csak pár perc, és kiderül, hogy ki Magyarország TikTokere, ki nyeri a Mi a TikTokot tehetségkutató műsorát, és itt vannak velünk a döntősök is. Gratulálok mindannyiatoknak, megérdemelten kerültetek ide a döntőbe. Hogy érzitek magatokat? Nagyon jól, én egy kicsit izgultam, de nagyon örülök, hogy végre a zsűrivel is, illetve a többi versenyzővel is találkoztam. Én most is izgulok. Nem látszik. Feri, Tepi, hogy vagytok? Jól vagyunk, izgulunk, de felkészültünk minden lehetőségre, arra is, ha nyerünk, arra is, ha nem nyerünk. Megvan a szövegünk is, és minden. Tepi, milyen arcot fogsz vágni, hogyha nyertek? Ratatata! Tamás? Teljesen más izgulás van rajtam, mint mikor így előadás előtt, színpadra menés előtt vagyunk, de kellemes, kellemes ilyen kis lájtos, tudod. Még mielőtt a fődíjat kihirdetjük, szeretném a Raiffeisen különdíjasát kihirdetni. Ez a díj 200 000 forint egy Yellow Bank számlán, aki pedig a díjat nyeri, nem más, mint Lackó Evelyn, vagyis Csudalány. Számomra már a zsűri reakciója miatt megérte jelentkezni a versenyre, én is meghatódtam, és Andrásnak pedig külön köszönöm, hogy nem forgatta meg a gyomromba a kést. A verseny megerősített abban, hogy jó úton haladok, a nyeremény pedig lehetőséget biztosít a fejlődésemhez, mivel szükségem van egy elektromos gitárra, egy erősítőre, egy mikrofonra és egy fényképezőgépállványra. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nem csak a zsűri döntött, hanem a közönség is szavazhatott mind a 12 elődöntősre. Akinek a videója alatt a legtöbb like gyűlt össze, és ezzel a közönségdíjat kapja, nem más, mint... Sziasztok! Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien lájkoltátok a videónkat, és hogy megnyerhettük a közönségdíjat. Amikor elindultunk ezen a versenyen, tényleg álmunkba se gondoltuk volna, hogy bekerülünk az elődöntőbe, és pláne nem, hogy miénk lesz a közönségdíj, szóval nagyon hálásak vagyunk nektek, hogy ennyien szavaztatok ránk, és ennyi tök jó kommentet írtatok, és szeretnénk megköszönni a zsűrinek is az elismerő szavakat. Így van, nagyon szépen köszönjük. Most pedig lássuk, ki viszi haza a fődíjat, a Nova 9-es okostelefont és a GT3-as okosórát a Huawei felajánlásával, valamint ki az, aki részt vehet az Index Mentor programjában, amelynek keretében szerződési lehetőséget kap az E-Factor Agency-től és megjelenést az Index felületein. Most megkérem a zsűrit, hogy hirdessen győztest! Mielőtt ezt megtennénk, szeretettel köszöntünk titeket versenyzők, és mindannyiótokhoz szeretnénk egy-egy szót szólni. Dalma, nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, ahogy megmutattad nekünk, hogy a TikTokon van igazán mély, igazán jó, frappáns és igazán ironikus humor, ez hozzám külön is közel áll. Nagyon sok örömteli percet okoztál nekünk, és mosolycsaltál az arcunkra, hogy köszönjük, hogy én is köszönöm. Divin, én hozzád szeretnék szólni, szerintem te egy nagyon szuper TikToker vagy, nagyon jók a videóid, nagyon ügyesen táncolsz, szerintem nagyon-nagyon tehetséges vagy, nekem rengeteg boldog, jó pillanatot okoztál a videóiddal, úgyhogy mindig szépen feküdtem le aludni, mert jól éreztem magam a videóidtól, úgyhogy annyira szeretnélek megkérni téged, hogy mindenképpen tanítsál meg táncolni engem, mert én nem tudok táncolni. Úgyhogy ha ezt megtennéd majd a jövőben, hogy megtanít azt táncolni, én leszek a legboldogabb ember. Köszönöm szépen. Tepi és Feri, én hozzátok szólok, és köszönjük szépen, hogy jelentkeztetek, és itt vagytok velünk most a döntőbe. Tényleg a ti őszinteségetekkel, és a tényleg azzal, hogy magatokat adtátok, tényleg nagyon sok boldog pillanatot hoztatok nekünk, és így tovább, szépen. Ne adjátok fel. Tamás, végre valaki ezt szemmagasságban beszélhetek, ezt külön köszönöm. Elsőre hangos voltál és harsány, mikor megismertünk. Nekem ráadásul nem TikTok-koló embernek még újdonság is volt, hogy mi ez az egész, és aztán szépen lassan, ahogy jöttek a feladatok, ahogy telt az idő, megismertünk és megszerettünk. Nagyon köszönjük, hogy egy igazi, jószívű,
nyílt szívű, jó gyerekként, jó apaként eljöttél ide közénk, és valami igazi őszintességet hoztál, amit mindannyian nagyon értékelünk. Nem tudom még mindig, mi az a TikTok, de biztos, hogy ez a hang és ez a hangulat, ez nagyon kell, hogy ott legyen rajta. Nagyon szépen köszönöm nektek. András, megkérlek, hogy akkor hirdesd ki a győztest. Köszönöm szépen, azt hiszem először és utoljára tartok TikTokkal kapcsolatos díjat a kezemben. Próbálom addig dédelgetni, amíg csak lehet. Szóltunk már hozzátok, megköszöntük a munkátokat, így összefoglalva elmondhatom, hogy amit minden zsűri el szokott mondani, nagyon nehéz volt. Megpróbáltunk minden szempontot figyelembe venni, saját ízlésünket, a ti munkátokat, elképzelni mások ízlését, mit jelent ez a nagy díj, ez a nagy szó, hogy az év és az ország Magyarország TikTokere. 2021-ben Magyarország TikTokere a mi döntésünk szerint Tepi és Ferkó. Gyertek ide! Gyertek, gyertek, gyertek! Gratulálok! Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk voltatok ebben a 6 hétben. Köszönjük, hogy segítettetek átpörgetni velünk a TikTokot. Mi scrollozástól megfáradt hüvelykújakkal és TikTokkal kiégett szemekkel búcsúzunk. Ez volt a Mi a TikTokot 2021-ben. Sziasztok! Legjobb, hogy a Hajós Andra az felemelt. Nem gondoltuk volna, hogy úgymond legyőzzük a többieket, mert mi nem képzeljük magunk melléjük, hanem alá. Mi inkább alul vagyunk tőlük, én úgy gondolom. Több mindenkit láttunk a műsorban, akiket úgymond ismerünk mi is a TikTokról, és felnéztünk rá, és néztük őket mindig. Aztán most meg mi győztünk, és nem ők, akikre mi felnézünk. De én nagyon örülök neki, hogy tetszik az embereknek is, amit csinálunk, és tetszett a zsűrinek is. Szóval boldogok vagyunk most. Nagyon. Na, akkor ígyunk valamit.